Üdvözöllek a mai napi sikervitaminban, és már az elején megkérlek, hogy ha szereted ezen videókat, akkor lájkold ma is, és ami a legfontosabb, hogy osszad meg, hogy több ismerősöd eljusson, illetve regisztrálj a sikervitamin.hu weboldalon, hogy egy élő kapcsolat legyen köztünk, ne csak a Facebook által kontrollált és szabályozott és engedett kapcsolat. Szóval, ja, és a YouTube-on is érdemes, hogyha regisztrálsz a youtube.com/sikervitamin oldalon. Menjünk tovább a Timothy Ferris könyvben, méghozzá az következik ebbe az összehasonlításba az E és az UG között, magyarul az elnapolók, elhalasztók és az új gazdagok között, hogy hogyan és miként viszonyul a cégéhez, vagy hogyan és milyen módon birtokol egy céget. Ugye nemrég vettük Gerbernek a könyvét, a Gerber könyvében ezt úgy fogalmazott a Gerber, hogy vannak a tulajdonosok, akik felfedező vállalkozó, nevezzük így, tehát aki inkább a vállalkozásán dolgozik kívülről, illetve vannak a menedzserek, akik vezetik, kontrollálják, irányítják, összefogják a céget, működtetik. És ezt a kettősséget itt is behozza Timothy Ferris is, méghozzá azt mondja, hogy vannak azok, akik főnökök akarnak lenni, vannak azok, akik mindenről akarnak tudni, ami a cégben történik, a teljes irányítást, a kontrollt a kezükbe akarják tartani, és vannak olyanok, akik inkább a tulajdonosok szeretnek lenni, igazából nem akarnak mindenről tudni, lehet, hogy sőt, valószínűleg, hogy sokkal jobban működik sok minden a maga útján, hogyha az ember, mint főnök nem folyik bele és nem próbálja kontrollálni minden ponton. És nekem adnék egy-két példát, volt ilyen esetem több is, méghozzá például ilyen volt, vagy ilyen most is a menekült házunk. Van egy házunk, aki lehet, hogy tudja valaki, lehet, hogy nem. Egy befektetésként vettünk kb. 90 km-re a saját lakásunk, tehát Murautól, egy másik völgyben vettünk egy nagy panziót, és abban menekültek vannak. És a érdekesség az egésznek, hogy ott én tulajdonosok vagyunk, és mi szerződtünk az állammal, ő fizeti a bérlőket, tehát úgy értem a bérleti díjat, és a menekültek laknak benne, hát nem tudom megmondani, irakiak laknak benne, és szírek nincsenek, és afganisztániak, tehát afgánok. És ami lényeg, hogy én nem megyek oda, nem járok oda, a felső időnként rájuk néz, de vannak ott embereink, akik gondoskodnak róluk, és nem akarok főnökösködni. Tehát elmesélték, hogy vannak olyan háztulajdonosok ebben a Caritas, aki egyébként ezt a személyes részét intézi az embereknek, és segít nekik, mert ezek én nekem csak jó tapasztalatom, tehát nem rossz emberekről van szó, akkor nem is engedném be a házunkba, mert kirakhatom őket a szerződés szerint. De mi a lényeg, hogy más tulajdonos az ilyen, minden akar tudni, mindenért oda megy, cseszteti az embereket, és így tovább. Mi tudomásul vettük, hogy egészen alacsony igényszintű emberekről van szó, és igen, sok mindent tönkre tesznek, és ez a biznisz része, kifizeti az államkész. Tehát nem akarok főnökösködni tulajdonosként ott dirigálni, pláne más emberek fölött. Akkor ilyen volt például a Bithangeri, az internetes cégem. Nagyon érdekes volt, hogy sokszor elutaztam és elmentem, vagy elmentem vitorlálni, és jobban működött a cég. Ádám például egy zseniálisan jó értékesítő volt ebben a cégben, és nem volt nekem fontos az, hogy én ott játsszam a főnököt, hogy mindenről tudjak. A számokat persze figyeltem, de nem voltam az, aki ilyen kontrolláló menedzser volt. Vagy ilyen volt például, a leginkább ilyen volt az irodaházunk. Újpesten volt az Aradi Lorenci Sarkány irodáz, az Arkádiának hívják, még ma is megvan egyébként. És volt egy nagyon érdekes élménye. Mentem egy taggyűlésre, ahol összegyűltek a tagok, tehát a céges tulajdonosi taggyűlése, öten voltunk, és bemegyek a portán, akkor, amikor fejlesztettük, akkor lett először portaszolgálat. Megállt a portás, hogy jó napot, hova megy, kicsit, és na, mikihez megyek, adjon a nevét, adja meg minden egyéb dolgot. És rohadtul perverz jó érzés volt, megmondom őszintén, hogy 6 számjegyű jövedelem jött abból a házból forintba, havi szinten, de még a portás se tudta, hogy ki vagyok. Nem tudom, érted ennek a fantasztikus érzését. Szóval én az a fajta vagyok, aki nem akar kontrálni, akkor nem akar mindenbe belefolyni. De van egy csomó ember, aki mindenbe bele akar szólni, mindenről tudni akar, aki ha nincs ott, akkor addig nem jöttök semmihez, ő mindent irányítani akar. Úgyhogy ezt gondold végig, és egy kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogyha te magad elgondolkozol, akkor melyik típus vagy? Rosszul alszol, ha nem tudsz mindenről? Nem tudsz nyugodtan elmenni nyaralni, ha nem tudod arról, hogy mi történik a cégben? Vagy olyan tulajdonos vagy, aki fogja magát és ránéz a számokra, esetleg fölhívja az ő menedzserét, és megkérdezi, hogy minden rendben? Minden rendben. Milyenek a számok? Ah, szuper. Na jó, akkor megyek ki napozni. Ciao. Ezek az új gazdagok. Mármint a Timothy Ferris tematikájában nem azt jelenti, hogy roppantú gazdagok, hanem gazdagok például időben és szabadságban.
Ugyanakkor vannak az elnapolók vagy elhalasztók, akik mindent kontrollálni akarnak. Tehát gondold végig, és ha megteszed, hogy leírod, hogy mi a te tapasztalatod, hogy melyik a jobb, melyik az érdekesebb, melyikben érzed te jól magad, és egyáltalán tudsz ilyen történetet, ahol te az egyik vagy a másik szituációban voltál, akkor azt megköszönöm, és lehet, hogy tanulságos lesz a többieknek. Én nekem, az én életemben volt egy fejlődési folyamat. Tehát én nem voltam, én azt gondolom, hogy igazából, amikor elindult az egész, az autós cégünk volt az első vállalkozásunk, akkor inkább ilyen kontrolláló, főnökösködő típus voltam, megmondom őszintén. Tehát akartam tudni, akartam kontrollálni, pláne az autós témában, hogy mondjam, annyi, tehát amikor megjelenik az autód, és a kapud előtt, ugye a cégünk nagy kapuja előtt megjelenik egy autó, egy nem tudom, Golf, vagy Jetta, vagy valami, és kinyitja, ki kell menned, mert hív egy fickó, kinyitja a hátsó csomagtartót, és van benne, nem is tudom mik voltak, izítógyertyák, vagy valami, de 1500 darab, és még a lángos csomagolás rajta van, akkor úgy elgondolkozol, hogy nem hiszem, hogy csak annyira rövid a gondolkodás, azt gondolod, hogy ó, hát a lángot meglopják, szerencsétlen, de engem nem. Hát persze, hogy engem is meglopnak. Úgyhogy baromira volt ez a paranoiás. Emlékszem, az egyik nagy ilyen kereső azt mondták, hogy bele is dilizett szinte, nem a láng volt. Abba, hogy kontrollálni kellett mindent, az ellenőrt, az őrt őrizte egy őr, és így tovább. Úgyhogy, de ebből kinőttem. És ez a kérdés, hogy ha minél jobban kinősz, és ez a lényeg a Timothy Ferrisnek, minél jobban kinősz ebből a kontroll kényszerből, annál inkább szabadabb leszel. Annál inkább eldobod a köteleikedét, és szabad leszel. És azt kell neked, hogy szabad légy, mert a szabadság, ez ma az új gazdagság. Aki szabadon döntett az élete fölött, az az igazán gazdag. Az az ember, akit látom, hogy megy be mondjuk a munkahelyére, a legújabb M5-ös, nem tudom én, fogalmam sincs, milyenek vannak, 40-es vagy 4000-es BMW-vel, amit 30 millióért vett, a Rolex lehúzza a kezét, és egy rohadrága villából jött, de nincs élete, az nem gazdag, az a arany kalickában élő rabszolgája. És nem azt mondom, hogy nem lenézem, nem erről van szó, csak inkább sajnálom. Azt kell neked, hogy legyél úgy gazdag, új gazdag, hogy élvezd is az életed, és érjél valamit, abban, ami pénzed van, ne csak majd, ha már semmi időd nincs, és tönkretetted magad, az orvosokra küld azt a maradékot, meg ügyvédre, a vállóperes ügyvédre gondolok. Sok sikert kívánok neked, és még egyszer kérlek, írd meg, hogy melyik típus vagy? A főnök, aki nem tud nyugodtan aludni, hanem kontrollál mindent, vagy az, aki tulaj, mert tudja, hogy ha nincs ott, akkor is jól dolgozik a cég, és jól működik a cég. Sok sikert, és egy gyönyörű szép napot kívánok neked a mai napra. Ne felejtsd el a mai rutinodat sem. Háromszor a legfontosabb célod, ami égővágyat ébreszt, hangosan és kézzel leírva, valamint a 10 olyan háládat, amiért hálát adsz az égnek, hogy így van, és ilyen lehetőséged van. Még van körülbelül több milliárd ember, akinek ez nincs meg. Sok sikert és szép napot! Ciao!